gamingeljünk tovább. Ha Lord bikéri, akkor azt tényleg jó. Most amúgy vége, vagy mi volt ez? Hát nem, ez csak ilyen izé. Amit játszol, Kira? Egy kis Needy Streamer Overhoz. És de késői stream. Ha Lord bikéri, hogy jó, akkor tényleg jó. Na igaz. Na de, mit írt nekünk a lány? Nagyon szeretem a randi szimulátorokat és a csinos lányokat bennem. Én vagyok! Ez én vagyok! Ez literally én vagyok! Imádom a randi szimulátorokat! De ők a megtestesülései a férfi kockák tökéletes lányának. Az art style, a zene, a voice acting, a szinkron és az írás úgy csinálja meg ezeket a lányokat, hogy ők legyenek a megváltás. A megváltásuk az válasz az imáikra. Azt szeretném, hogy Kangel legyen ez a tökéletes lány az összes kocka követőjének. Szeretnék beszélni velük ezekről a dolgokról is. Azt hiszem streamelhetnék egy dating simet. OMG. Streameljünk dating simet. Halál az összes nerdre, akik az animációkat, az animációs méreket rossz animációnak hívják. Így kell kinézniük, ti idióták, OMG. Addig is nézzünk valami videót. Shin Godzilla-t nézett. Drámatrekkeket hallgatott és online cuccokat. Nem tudsz visszabeszélni velük. És ezért szeretem az ASMR-t. Azt szeretném ez... Ójaj! Szeretném rózsaszínre festeni, hogy valami ilyesmi az emberek még jobban szeretnének, ha azt csinálnám. Csináld! Na jó, próbáljuk meg hát, ha az utolsó let's play nem fog gameplay, na, nem fog endinget okozni. Miért rózsaszínre? Na nem kell rózsaszín, ha mondjuk én valamilyen színre szeretném befesteni, akkor lilára. Nagyon szívesen festeném sötét lilára a hajamat. Olyannak, mint, olyan színűre, mint Yurinak a Doki Doki Literature Clubba. Szubaton flashback vonom. Na de, streameljünk egy vizuális novellát. Mert a lila haj. Tada, vettem egy vizuális novellát. Ez egy klasszikus, amit már nagyon régóta szerettem volna játszani. Ó, most nem olvasunk kommenteket, de jó. Mennyire jó már megint a zene. Még ennyire ending hangú ez a zene. Ha nem kezdtem megolvasni, akkor lehet egy nagyon picit felmegyek a sebességen. A főszereplő egy tanul... De túl gyors. Van valami, ami nem tűnik normálisnak vele, és azt hallottam, hogy nagyon őrült lesz ez a játék. Ez a játék nagyrészt csak szöveg, de nagyon érdekes az írásmódja, és a mindegyik karakter elcseszett benne valamilyen módon. Doki Doki Literature Club School Days? Lehet? Nem, azt nem ismerem annyira. Ne, csak azt, ne. Hogy Higurashi. Ezek fogadjunk animék, és nem üzék.
És mégis az őrületük csak bebizonyítja, hogy mennyire tiszták ők valójában. Az. Te meg az animéid. Az emberek csak akkor tudnak megőrülni, hogyha tiszták. Hé, ti azt gondoljátok, hogy én éppen mély vagyok? Ez a bolond főszereplőanya ebbe a Vizuális Noelbe, és a... nem tudom, hogy melyikünk a kevésbé elcseszettebb. Van bármi mód arra, ami garantálja az éppen mélyűségemet? Az egyik, a főhős az egyik lányt angyalnak hívta, de úgy néz ki, mint egy normális lány, de valamiért a főhős úgy látja őt, mint egy angyalt. Ha. Értem, azt hiszem van értelme. Tudom, hogy én már is egy angyal vagyok, és ti mind angyalnak fogtok látni, de... Azt hiszem én is egy kicsit bolond vagyok. Ez a játék tényleg vagy valami. Kaminomizu Shirui Sekai. Beszéltek itt animékről, amiket nem ismerek. Azt hiszem ennyi volt mára. Én lassan én is azt fogom mondani. Ez legalább nem elborult. Ég veletek. Most kapunk még egy gameplay, egy game overt. Néha így elszomorodok azon, hogy mekkora fake-fíp vagyok, hogy alig néhány játékot ismerek csak. Most már nem tudok visszafordulni, csak előre felé menni. Jó, 69 millió. Nice. Leszek a legjobb streamer a világon. Egy valódi angyal leszek, aki csak és aki rálogyogtatja a szent fényét az internetre. 30. nap, 69 millió. Nice. Nagyon keményen próbálkoztunk ebben a hónapban, igaz? Olyan messzire jutottunk, és észre se vettük ezt. Nagyon-nagyon szép munka Peach-en. Mi történik majd Kangel, hogyha ennyi effortot beletettünk? Mi lesz belőlem? Figyelj, jól Peach-en. Ez azt jelenti, hogy neked volt életünk felentő, dehogy is nem volt életem, én helyette olvastam és játékokkal játszottam. Megírtam hülyeségeket a netre. Vettem egy új házat. Jaj ne, Sniper Wolf lett belőle. Ú, bocsánat, ez nagyon gonosz volt a részemről. Sziasztok, cukorborsók! Nézzétek meg ezt! GT Live egy kicsit. Én csak kettő visoron játszok, mert szemben a többiről csak videót néztem. Én többel. Meglepi! Megvettem a saját egy kis erődömet. Nem fogom elmondani, hogy hol van. Legalább nem olyan vagy, mint Nikodul, aki doxolta magát. De ez valami nagyon szép helyen van. És azt nem tudtam volna megcsinálni a ti segítségetek nélkül, szóval köszönöm mindannyiótoknak.
remélem folytatjátok, hogy, tehát, hogy, na, remélem továbbra is szeretni és támogatni fogtok engem. Mindegy is. Majd találkozunk. De cuki a cset. Igen, aranyosak amúgy. Sokkal aranyosabbak. Bless. Inkább szimpek. Egy kicsit igen. Aranyos szimpek. Legalább nem creepy szimpek. Moneybags. Köszönöm szépen, hogy ma néztetek. Ez az ide, ennek a vég, na, ennek a hétnek a felítése, holnap putya bemutató. Holnap után vedd észre, hogy melyik a kamu luxus táska. Utána lévő napon megveszem az összes játékot, amit valaha is vágytam. Boldog vagyok, az élet szép, és ez mind neked köszönhető, Peach-en. Éljük együtt a legjobb életünket. Most mi történik? Egy ilyen másik a kontja. Ráírtam Peach-ra, azt hiszem eljátszani azt, hogy boldog vagyok, nem túl rossz, de megköszönni Peach-ent egy kicsit érzelgőssé tett. Ez a boldogság, amit érzek, annyira semmilyen igazából. De akkora nyűg már streamelni azért, hogy a rajongóim boldogak legyenek. Annyira unalmas már együtt élni Peach-annal. Ujjaj. Ujjaj, most szakít fel velünk? Most híres lett és szakít velünk? Blokkolt minket! Híres lett, szakított és blokkolt minket! Így bízzatok meg a nőkben, srácok! Hétköznapi boldogság nem az, amire ő igazán vágyott. Tehát nem egy hétköznapi boldogságra vágyott igazán. Lessons learned. Hát bazeg. Tudod, hogy a végére értem ide? Igen. Ezért is nehéz randizni, nótét kéri nótét. Ezek is tök jó rajzok. Kár, hogy nem lehet őket nagyban megnyitni. A szex befejezés jobb volt.